Ha manapság globális politikai-gazdasági folyamatokat elemzünk, akkor nagyon hamar eljutunk egy olyan témakörhöz, amelyről most is beszélgetni fogunk. Kusai Sándor nagykövetúrral, egyetemi oktatóval, szakértővel, aki a kínai-egyesült államok kapcsolattal is foglalkozik, és mint említettem, globális jelentősége okán ezzel is kezdjük a diskurzust. Ez a két nagy hatalom, amely gazdasági potenciálját tekintve most már ugye jó ideje valahol közel van egymáshoz, az élen a világon, öm, újra akarja fogalmazni, illetve megtartani, attól függ, hogy melyikről beszélünk, a globális erőpozíciókat öm, hol tartanak? Nagyon hosszú küzdelem folyik. Tulajdonképpen a az éles szakasza, vagy a komoly, konfrontatív szakasza az amerikai-kínai gazdasági és ma már technológiai és minden másképp területre kiterjedő vetélkedésnek, az tulajdonképpen a 2010-es évek elejétől, 2011-től pontosabban folyik, akkor az Obama kormányzat jelölte meg azt a fő stratégiai irányt, hogy a csendes óceáni térség felé kell fordulni, mert hogy Kína gazdaságilag, politikailag, katonailag olyan fontos vetétárs lett, hogy azzal külön kiemelten kell foglalkozni, az amerikai külpolitika, külgazdaságpolitika prioritását oda kell áthelyezni. Tulajdonképpen azóta ez a viszony csak ö, éleződik ö, a két ország közötti konfliktus, vetélkedés, az egyre élesebb formát ölt. 2016-tól a Trump kormányzat az kereskedelmi háborút kezdett Kínával gyakorlatilag. 2020-as évek elejétől a Biden kormányzat ezt tovább növelte, fokozta, kiterjesztette a technológiai szférára, kiterjesztette a pénzügyi szférára. És hát folyamatosan nő a két ország között a katonai feszültség, a politikai feszültség is, elsősorban Tajvan körül, de más kérdésekben is. Valójában arról van szó, hogy amerikai részről a legnagyobb kihívásnak, veszélynek az Egyesült Államok globális vezető szerepére Kína felemelkedését tartják, és ezért ami teljesen természetes, mindent megtesznek, hogy azt megakadályozzák, illetve hogy megvédjék, néhány területen, néhány kérdésben pedig visszaszerezzék az Egyesült Államok egyértelmű vezető szerepét. Az is teljesen természetes, hogy a kínai vezetés az pedig igyekszik folytatni az ország felemelkedését, növelni az ország gazdasági erejét, katonai erejét és nemzetközi politikai befolyását is. Úgyhogy itt két nagyon erős országnak az egymással szemben nem menő geopolitikai és úgy szoktuk mondani modern terminussal, hogy vektora ütközik, és tulajdonképpen ez az a mágneses erőtér, amely a világ egyéb problémáit, egyéb konfliktusait is egyfajta rendszerbe szervezi. Az erővonalaknak ez a két legfontosabb központja, amely közé épülnek be, illetve amely között zajlanak a világban folyt, folyó egyéb konfliktusok. Úgyhogy nagyjából arra számíthatunk, hogy ez folytatódni fog a jövőben is hiszen ez a küzdelem még messze nem dőlt el. Ebben a küzdelemben, illetve általában az új világrend formálódásában milyen szerepe van a BRICS-nek, amely ugye Oroszország elnökségével ebben az esztendőben éppen egy csúcs találkozott tartott Kazánban? A, a BRICS az azért nagyon fontos struktúra, mert az úgynevezett globális dél, vagy más szóval a, a többség tehát a nem nyugati világ. Ö, országait legfontosabb országait fogja össze. Egy laza klub formájában, tehát nem egy szilárd szervezet nem hasonlítható se az Európai Unió, se a NATO-hoz, sem más ilyen intézményesült nemzetközi szervezetekhez, viszont nagyon szorosan összefogja ezeket az országokat az hogy saját nemzeti érdekeik, saját gazdasági fejlődésük, technológiai fejlődésük, nemzeti politikai érdekeik érvényesítése érdekében egymásra támaszkodnak, és ezek a nemzeti érdekek a legtöbb területen ütköznek a nyugati világ érdekeivel, illetve a nemzetközi rendszernek, rendnek azzal a szabályrendszerével, amelyet a döntő részben a nyugati országok mindenek előtt az Egyesült Államok vezetésével alakítottak ki, és formálni igyekeznek ma is. Ezért volt nagyon fontos az, hogy a, a BRICS, ami ugye egy betű szó azt jelenti, hogy Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika. Ezen országok angol nyelvű elnevezéseinek. Ö, első betűjéből áll össze, és egyébként, aki tud angolul, azt tudja, hogy ez azt is jelenti, hogy téglák, tehát ebből építkezünk, ez egy építkező anyag. A BRICS most ö, mai napon véget érő kazanyi találkozója ebből a szempontból kulcsfontosságú esemény volt, több jelentősége is van. Az egyik talán a legfontosabb, hogy az ukrajnai háború meghatározta a nemzetközi viszonyok között, a, a nyugati országok nagyon markánsan törekedtek arra, hogy Oroszország elszigetelését, elszigeteltségét demonstrálják. Ezzel szemben a BRICS-súsz találkozón összesen 38 ország vezetője vett részt, és együtt a résztvevő országok az emberiség a Föld lakosságának több mint 40%-át képviselték, tehát elszigeteltségről finoman szólva sem beszélhetünk. Ez volt az egyik jelentősége. A másik jelentősége ennek a csúcs az, hogy a, a, a BRICS ö, óriási lépést tett előre a világgazdasági intézményrendszer és folyamatok, a nemzetközi pénzügyi folyamatok átalakításában. Legalábbis annyiban, hogy egy alternatív, a létezőtől eltérő pénzügyi rendszer, kereskedelmi elszámolási rendszer lehetőségét most már konkrétan megfogalmazta. Itt mindenek előtt az a fontos, hogy a, és itt lép be az Egyesült Államok, hogy a dollár alapra pénzügyi rendszerrel szemben, annak a rendjével szemben, egy olyan kereskedelmi elszámolási rendszer alapjait tették le, fogalmazták meg. Még pontosan nem tudjuk, hogy ez mikortól kezd működni, de a közeljövőben várható, amely pénzügyi rendszerben nem az történik, hogy az árukért a kereskedelemben való fizetések azok dollárban történnek, hanem az történik, hogy a résztvevő országok, a résztvevő cégek, azok nemzeti, saját nemzeti valutájukban számolnak el egymással, és ezeknek az átutalásoknak, pénzforgalomnak a lebonyolítása minden ország jegybankján, központi bankján keresztül történik, amelyek egymással kommunikálva egy erre létrehozott pénzügyi elszámolási rendszerben hajtják végre a fizetéseket. Na most ez azért nagyon fontos, mert jelenleg úgy zajlik a világkereskedelem, hogy bármely ország, bármely vállalat egy másik országból vásárol bármit, akkor a, a nemzeti valutáját átváltják dollára, azt egy bank közvetítőn keresztül átutalják, és a másik országban a dollárt váltják át az másik ország valutájára. Így történnek a fizetések. Nemzetközi szinten. Ehhez képest az új rendszer kéktatja a dollárt. A nemzeti valutákból közvetlen nemzeti valutákba váltják át a fizetéseket. Ez azért nagyon fontos, mert így megbomlik az amerikai dominancia kulcsa. Ugyanis, ha bármilyen kifizetés, bármilyen átutalás, pénzügyi tranzakció történik, dolláron keresztül, azt az amerikai jegybank nem csak látja, mindent lát, ami történik. Tehát magyar cég vesz valamit, kifizetést eszközöl, azt Washingtonban a jegybank komputerei látják. Ha nem történik dolláron keresztül történő átváltás, nem az úgynevezett korrespondent bankok beiktatásával történik ez, akkor ezt nem látják. Amerikában. Már pedig, ha nem látják, akkor nem tudnak szankciókat, korlátozásokat bevezetni, nem tudják megakadályozni. Úgyhogy ez egy sarkalatos előrelépés. A másik nagyon fontos előrelépése a BRICS-nek az, hogy megfogalmazták a szervezet további bővítésének mechanizmusát. Jelenleg ugye a BRICS-nek 9 és fél tagállama van, Szaudarábia részben ben van, részben nincs, ez egy ilyen billegő dolog, de több mint 30 ország jelentkezett, hogy szeretne csatlakozni a szervezethez. Ugyanakkor a BRICS egy olyan szervezet, amely teljes egyetértéssel hozza a döntéseit. És ha valaki belegondol családi életében, Hogyha csak úgy hoz döntést a család, hogy abban mindenki egyetért a három éves gyerektől a 75 éves nagymamáig, akkor nagyon-nagyon hosszú időig fog tartani a döntéshozatal, és egyáltalán nem lesz könnyű a, a különböző kérdések eldöntése. Úgyhogy annak, hogy ebben a formában, hogy konszenzusos, egyetértéses döntéshozatal van, hogy ebben a formában a BRICS meddig és mennyire hatékonyan tud működni, ennek van egy korlátja, az, hogy már ez kilenc ország vagy 10 ország esetében is meglehetősen hosszadalmas folyamat, ha meg, megnő a létszám 30-35-40 és így tovább országra, akkor ez a folyamat gyakorlatilag akár le is bénulhat. Úgyhogy ebben a kérdésben is fontos döntések születtek, abban a tekintetben, hogy a, a BRICS csúcs találkozó létrehozta a partner országok kategóriáját, és úgy döntött, hogy a közeli egy-két évben új tagokat nem vesznek föl, hanem kialakítják a pontos működése és döntéshozatali mechanizmusokat, tehát egy laza klubból egy zártabb, szigorúbb klubba, szabályozottabb klubba alakul át a szervezet maga, viszont addig is lehetővé teszik, hogy a globális délországai sokkal hatékonyabban együttműködjenek, például ebbe a pénzügyi elszámolási rendszerbe belépjenek, annak a részesei legyenek, és ezért létrehoztak egy külön kategóriát, amit úgy hívnak, hogy partnerországok. Ez tulajdonképpen a BRICS tagságnak egyfajta előszobája, amely számos előnyt biztosít annak, aki partnerország, hiszen részt vehet egy sor közös tevékenységben, és felkészülhet arra, hogy amikor majd tagország lesz a későbbiekben, akkor hogyan működjön együtt, hogyan vegyen részt a közös döntéshozatalban. Ugyanis ami fontos a BRICS-ben, hogy nem tervezik azt, hogy az egyetértéses, konszenzusos döntéshozatalt bármire lecseréljék. Ez azért nagyon fontos, mert az egyik legnagyobb panaszuk a globális déli országainak a jelenlegi világrendel kapcsolatban, hogy a fontos döntések meghozatalában a nyugati országok, a vezető nyugati nagyhatalmak, azok domináns pozícióban vannak. Az ENSZ-ben is, a Nemzetközi Valuta Alapban is, a Világbankban is olyan a szavazati arányuk, hogy gyakorlatilag ők hozzák a döntéseket, és a többi ország az legfeljebb asszisztálhat hozzá, vagy könyöröket, hogy olyan döntés szülesen, ami neki is jó. Ezt a BRICS nem kívánja meg átvenni ezt a gyakorlatot. Ez viszont azt jelenti, hogy nyilvánvalóan felkészülési idő kell az új tagoknak, hogy megszokják, hogy hogyan zajlik a működés. Ez volt a, ez a, ez a másik nagyon fontos eredménye a csúsztalálkozónak. Összességében ez azért is nagyon fontos, mert az Egyesült Államok, a nyugati országok az utóbbi néhány hónapban óriási erőfeszítéseket tettek diplomáciailag, gazdasági nyomásgyakorlás formájában, vagy gazdasági ajánlatokkal számos fejlődő ország iránt, hogy ne vegyenek részt a BRICS-be, hogy ne menjenek el a csúcs találkozóra. Indiára, Egyiptomra, Etiópiára, Maláziára és a 38 résztvevő ország elsőprő többségére nagyon komoly nyomás gyakorlás volt. Egyrészt, hogy ne vegyenek részt, másrészt, hogy ezekbe az új fejleményekbe ne legyenek részesek, ne vegyenek részt az elszámolási rendszerben, és így tovább. Na most ez a nyugati törekvés szenvedett kudarcot. Hiszen részt vettek, és a legfontosabb döntéseket meghozták, és ez az amerikai-kínai viszonyban, az amerikai-orosz viszonyban is, meg az egész világrend alakulásában is egy viszonylag nagy változástnak a csírája, vagy a kezdeti lépése, Annyira nem sikerült a nyomásgyakorlás, ezt most már látjuk, hogy a BRICS csúcs találkozón részt vett az ENSZ főtitkára is, annak ellenére, hogy a nyugati országok erősen bírálták ezért. De ha belegondolunk, hogy ha az ENSZ meg akarja őrizni a globális, a legfontosabb globális szervezetnek a szerepét, akkor nem teheti meg az ENSZ főtitkára, hogy mellőzi, elkerüli, ignorálja a Föld lakosságának 40%-át, a globális nemzeti össztermék 25-30%-át, kitevő országcsoportot. Úgyhogy ez ilyen szempontból maga a BRICS találkozó, az beleillett a világrend átalakulásába, az e körül folyó globális nagyhatalmi küzdelembe, és annak az egyik kulcselemébe, az amerikai-kínai vetélkedésben és szembenállásba is. Ebben a bizonyos amerikai-kínai vetélkedésben vajon hozzá -e változást az amerikai elnökválasztás kimenetele? Hát nekem erről a kérdésről elég radikális a véleményem, szerintem semmilyen változást nem hoz. Az amerikai Egyesült Államokban politikai konszenzus van, mint a két nagy párt, a demokraták és a republikánusok, teljes elitje egyetért abban, hogy Kína fejlődését meg kell állítani, Kína felemelkedését meg kell fékezni, Kínával szemben Amerikának fel kell lépni. Legfeljebb abban van különbség a két párt, ebből következően a két elnök jelölt, Donald Trump és Kamala Harris között, hogy ezt milyen eszközökkel, mennyire radikálisan, mennyire gyorsan akarják elérni. A lényeg szempontjából, abból a szempontból, hogy a kínai-amerikai szembenállás, a kapcsolatok romlása sok területen, kereskedelemben, oktatásban, tudományos kutatásban a leépülése, mert az folyik, ez tovább fog folytatódni. Ha Donald Trump lesz az elnök, akkor ez elsősorban, Vámok, kereskedelmi háború erősítése és a pénzügyi korlátozások terén fog megjelenni. Ha Kamala Harris lesz az elnök, akkor várhatóan ennek nagyobb és erősebb lesz a katonai vonzata. Az amerikai fegyveres erők még közelebb mennek Kínához, még inkább megpróbálják katonailag és beszorítani Kínát a világtengereken zajló kínai kereskedelmi hajózást akadályozni, és így tovább, akkor ez kap egy kicsit nagyobb hangsúlyt, de például a technológiai korlátozások, a tudományos-kutatási együttműködésnek az akadályozása, az akkor is fönnmarad. Én nekem úgy tűnik a, a különböző politikai lépésekből, többek között a kínai elnöknek a BRICS csúcs találkozón elmondott beszédéből is, hogy ezzel a kínai vezetés tisztában van, Folyamatosan e, igyekszik a kínai gazdaságot minél inkább önjáróvá, saját erejére támaszkodóvá tenni. Folyamatosan igyekszik a kínai külkereskedelmi, külgazdasági, befektetési és egyéb kapcsolatokat, a nyugati világról, az Egyesült Államokról és Európáról átterelni a fejlődő világra, a globális délországaira, és velük folytatni a jövőben az együttműködés fő csapás irányát. Tehát láthatóan a kínai vezetés is arra készül, hogy bármi lesz az amerikai elnökválasztás eredménye, a kínai-amerikai kapcsolatok jelenlegi tendenciája nem fog változni, sőt valószínűleg a kapcsolatok romlása az gyorsulni fog. Ez látszik minden jelből, és megmondhatom őszintén, hogy ebben óriási kockázatok vannak. Ugye ma a nyugati világ, az Egyesült Államok vezette nyugati világ és a Kína és részben Oroszország vezette globális dél közötti ütközés az két helyen is két földrajzi helyen is nagyon éles katonai formában zajlik, ez ugye a szomszédunkban az ukrajnai háború, illetve a közelkeleten az Izrael és most már több ö, különböző szervezet és szomszádos ország között folyó fegyveres konfliktus. Én attól tartok, hogy reálissá válik a veszélye annak, hogy ezekhez a távol-keleten, Kelet-Ázsiában, a dél-kínai tengeren vagy Tajvan környékén egy újabb fegyveres összeütközés is hozzájárul, vagy még ezt megfokozza. Ennek a veszélye az amerikai elnökválasztás után szerintem nem csökkenni, hanem nőni fog. És itt nagyon sok múlik azon, hogy meddig megy el az amerikai vezetés a kínai visszaszorítás politikájában, illetve a kínai vezetés mikor érzi úgy, hogy elég erős ahhoz, hogy bekeményítsen, és akár fegyveres összetűzést is fölvállaljon. A kínaiak láthatóan ezt minél későbbre szeretnék halasztani, az amerikaiakról nem vagyok biztos, hogy ezt sokáig halasztani akarják, hiszen ami a világgazdasági folyamatok, az Egyesült Államoknak nem már érdekében a hosszú ideig tartó halasztás, hiszen az Egyesült Államok pozíciói folyamatosan gyengülnek. Már pedig van egy olyan pont, amikor a gyengülés már abba fordul, hogy a konfliktust nem lehet felvállalni. Ezért én attól tartok, hogy az a világrendi átalakulás, ez a nagyon feszült, kaotikus viszony, ezek a konfliktusok, fegyveres összecsapások, ezek ki fognak terjedni a következő években, ha a folyamatok úgy zajlanak, ahogy most vannak, a távol-keletre, kelet-ázsiára is. Ez a veszély van, most ezzel kell szembenézni és számolni. Ebben a helyzetben vajon hogy alakul a tanulmányi szféra, ugyanis adatok szerint több tízezer kínai diák, sőt olyat is olvastam már, a több százezer kínai diák tanul egyetemi tanulmányokat folytat az Egyesült Államokban. Nem csak a tanulmányi szféra, az az egyik, tényleg több százezer Kínai hallgató tanul az Egyesült Államokban, illetve európai országokban, nyugat-európában is, és több tízezer kínai oktató, kutató dolgozik az Egyesült Államokban, illetve az Európai Unió különböző országaiban, technológiai kutatásokon és sok más dolgon, amelyeknek jó része az egyetemekhez is kapcsolódik. A helyzet az, hogy ezt mind az Egyesült Államokban, mind az Európai Unióban, Igyekeznek drasztikusan leépíteni. Fokozott nemzetbiztonsági ellenőrzés alatt, magyarul megfigyelés lehallgatás alatt tartják a kínai diákokat, a kínai kutatókat mindenféle bizottságok hallgatják meg Amerikában, az egyetemeken is és az Európai Unióban is, és. Ami egyébként nem meglepő, hogyha bármilyen ö, kapcsolatuk van ezeknek a kutatóknak, diákoknak a kínai kommunista párttal, ami nem meglepő, hogy van a legtöbbnek, akkor őket mindenféle korlátozások érik. Ö, az egyetemen is van olyan, aki nem is kap meg már az amerikai vízumot, hiába fizette be a tandíjat, illetve az egyetemekről elküldenek vezető kínai professzorokat és kutatókat. Ez a folyamat is csak gyorsulni fog. Az amerikai és nyugat-európa és Kína közötti oktatási, tudományos kutatási együttműködés nagyon erősen leszálló ágban van, csak egy adatot mondok, tavaly 2023-ban 25%-kal csökkent azoknak a közös kutatási projekteknek a száma amelyet az Európai Unió különböző intézményei, egyetemei, kínai egyetemekkel közösen folytatnak. Úgyhogy ez egy nagyon komoly ö, eleme annak, amit tulajdonképpen nevezhetünk úgy, hogy ez egy új hidegháború. Annak idején a hidegháborúban is így volt, a keleti blokkból nem jártak tanulni, a nyugati blokkba, és fordítva sem. Ami azért érdekes, mert nagyon sok amerikai, meg európai diák tanul Kínában is, hiszen ma már a kínai egyetemek világszínvonalú egyetemek, különösen technológiába, műszaki tudományokba, természettudományokba, és ez a szál is elvágódik. Úgyhogy itt nagyon komoly kettévállása zajlik a világnak, az oktatásban, a tudományos kutatásban, a technológiákban más kínai szabványrendszer, más kínai technológiák alakulnak ki, meg más nyugati technológiák. Erre én egy példát szoktam felhozni, ezen nem kell meglepődni, és ez egyébként nem jelenti önmagában a világ végét. Ilyet már átéltünk, a mi generációnk ilyet átélt, mi emlékszünk rá, hogy a 70-es, 80-as években itt nálunk Magyarországon olyan rá, táskarádiókat lehetett venni, amelynek a fogható hullámsáv hossza, az különbözött a nyugat-európai hullámhosszoktól, tehát ha nagyon akarta, se tudta az ember a nyugat-európait venni, ott meg nem tudták a milyenket venni. Ez is egy technológiai kettévágálás volt, ami a hidegháború végével alakult egybe, de hát mai, más, számos más ilyen jelenség is van. Az Egyesült Államokban szabvány hogy az autóknak a, az indexe az piros színű, az európai, európai normában, meg a világ nagy részén szabvány, hogy a sárga színű, mindenki nézze meg a saját autóját, és rá fog jönni, hogy e, sárga színű az index lámpája. Ez egy, megint egy technológiai különbség. Na, az ilyenek fognak szaporodni, beleértve számítástechnikát, mesterséges intelligenciát, kompjútereket, tehát a, a termelés a gazdasági növekedés szempontjából kulcsfontosságú technológiai szférákat is, az egyetemi oktatást, a tudományos kutatást és minden ilyet. Ezen a téren a szétvállás a világgazdaságban, illetve a globális társadalomban az szerintem most már megállíthatatlan, legalábbis az elkövetkező akár néhány, egy-két évtizedre is. Ez a tendencia most már megerősödik. A világrendnek ez a fajta átalakulása a két nagy hatalom, Kína és az Egyesült Államok közötti vetélkedés, az ugye sajátos teret jelent a többi országnak, így Magyarországnak is. Magyarország ugye ebben az esztendőben 75 éve mondhatja magáénak az érvényes diplomáciai kapcsolatokat a kínai népköztársasággal. A keleti nyitás politikája megfogalmazódott a magyar kormány részéről jó pár évvel ezelőtt, és ennek rengeteg jele is van, meg lépése is van. Ebben a nagyhatalmi küzdelemben a 75 éves együttműködés vajon hordoz -e olyan tanulságokat, amelyek hasznosíthatók? Természetesen hordoz, 75 év az ö, két ország kapcsolataiban nem túl hosszú, bár a magyar-kínai kapcsolatokban hosszú, hiszen Magyarország, mint független állam, korábban soha nem volt kapcsolatban, hivatalos kapcsolatban Kínával, hiszen az első világháború előtt az osztrák-magyar monarchia volt, amelyről tudjuk, hogy nem az volt a jellemzője, hogy a meghatározó erőközpontja az Magyarország volt. Tehát országok között ez a 75 év már tekintélyes idő, de nem túl sok, egy ember életében meg nagyon sok, természetesen. Azt tudom mondani, hogy a, ennek a 75 évnek, a magyar-kínai kapcsolatok 75 évének a története is hordoz bizonyos tanulságokat, amiket ö, komolyan lehet venni, és amelyeket hasznosítani lehet. Az egyik ilyen tanulság, hogy annak idején, ennek a 75 évnek az első felében Magyarország ugye a keleti blokkhoz, a szovjet blokkhoz tartozott, és amikortól a szovjet-kínai viszonyok megromlottak, onnantól kezdve természetesen a magyar-kínai kapcsolatok is szűkült, jelentősen csökkent a kereskedelem, és így tovább. Tehát Magyarország teljesen nem tudja magát függetleníteni, a nagyhatalmi viszonyoktól, egyszerűen azért, mert egy mondjuk úgy, hogy közepes, és közepes erőforrásokkal, gazdasági potenciával, a lakossággal és így tovább rendelkező ország. Ugyanakkor az is tanulságos, hogy ezekben az évtizedekben, amikor rossz volt a szovjet-kínai viszony és Magyarország a szovjet blokkba tartozott, a magyar kormányzat, az akkori magyar vezetés arra törekedett tudatosan, hogy a szükségesnél jobban, nagyobb mértékben ne rontsa meg a viszonyát Kínával. Jellemző volt arra az időszakra, hogy mindig egyetértettünk a szovjetek különböző véleményeivel, nyilatkozataival, amelyek elítéltek Kína külpolitikáját. De Magyarországon soha nem bírálták Kína belpolitikáját. Más, akkori szocialista országokban, szovjet mintára ezt nagyon bírálták. Mi ettől távol tartottuk magunkat, ezért a magyar-kínai kapcsolatok romlása ebben az időben se érte el a mélypontot. Tehát nekünk folyamatosan volt érintkezésünk Kínával, valamekkora kereskedelmünk is végig megmaradt. Na most ezt azért hoztam föl példaként, mert a jelenlegi helyzet, Bármilyen furcsa is bizonyos analógiákat mutat. Beszélgetés elején arról beszéltünk, hogy az Egyesült Államok, az Európai Unió is nagy részt követve az Egyesült Államokat, tudatosan építi le, távolítja el a Kínával való kapcsolatait. Magyarország a Nyugati Szövetségi Rendszer tagja, a NATO tagja, amit az Egyesült Államok vezet, sőt, mond, hogy komolyan, hogy a nato az egyetlen komoly döntéshozó az az Egyesült Államok. Európai Uniónak is tagja, ennek következtében gazdaságilag az Európai Unióban van beintegrálódva, az uniós szabályrendszert követi, és így tovább. Ez azt jelenti, hogy bizonyos korlátok vannak a Kínával való együttműködésben. Olyan körülmények között, amikor az Egyesült Államok és az Európai Unió is tudatosan, mondjuk úgy, hogy leépíti, de ha dóvában fogalmaznánk, rombolja a Kínával való együttműködését. Ebből a következően Magyarország mozgástere az megint olyan, mint annak idején volt, egy kicsit korlátozott, vagy nem is kicsit. De. Megvannak azok a lehetőségek gazdasági szabályozásban, az unió működésében, amelyek nemzeti hatáskörben tartanak egy sor gazdasági kérdést, például a befektetések bevonzását és így tovább. Bizonyos kereskedelmi kapcsolatokat is lehet önállóan csinálni. És ha én jól értem a, a, mostani magyar kormány politikáját, és én remélem, hogy ez így marad hosszabb időre is, bárki legyen is kormányon Magyarországon, hogy a Kínával való gazdasági együttműködést azt a magyar gazdaság hasznára akarja kamatoztatni, és nem kívánja felszámolni. Ezt mutatják a különböző kínai beruházások, ezt mutatják a különböző technológiai együttműködések és egyéb projektek. Ez az, amit a magyar miniszterelnök mostanában úgy szokott megfogalmazni, hogy gazdasági semlegesség, ami egyébként nagyon szép fogalom, tehát ugyan nagyon hangzatos, de azért megvannak a maga korlátai az az ország, amely az Európai Uniónak, a NATO-nak a tagja, az teljesen nem lehet semleges gazdaságilag, egyszerűen nincs abban a helyzetben. De mozgásteret teremteni, hogy Kínával együttműködjön, azt tud magának, és ez a mozgástér, ez annyiban mindenképpen hozzájárul, hogy a nagyon problémás európai gazdasági helyzetben kiegészítő erőforrásokat, potenciált jelent ahhoz, hogy a magyar gazdaság ne szálljon, ne kerüljön leszállóákba, hogy a, az európai válság, mert azt valljuk be, hogy Európában gazdasági válság van, az most ne részletezzük, hogy milyen okból, de van, hogy ezen közben Magyarország ne kerüljön válságba, sőt, valamennyi növekedést tudjon felmutatni, ahhoz a külső tényezők között az egyik legfontosabb a kínai kapcsolat. Tehát az elmúlt 75 évnek a pozitív időszakai, amikor nagyon gyorsan fejlődött a magyar-kínai kapcsolat, azok nagyon kedvező példát és sok lehetőséget teremtettek meg, amit ma is használni lehet. De még a negatív időszakoknak is vannak olyan tanulságai, amiket ma is alkalmazni lehet. Természetesen azzal tisztában kell lenni, hogy ezeknek a lehetőségeknek vannak határai de például abban, hogy Magyarországon kínai hallgatók, egyetemi hallgatók tanulnak, és magyar egyetemi hallgatók tanulnak Kínában, ebben például nincs olyan szigorú NATO vagy Európai Uniós szabály, amik megakadályozná, hogy ezt folytassuk. És ez azért nagyon fontos, mert ha vannak szakemberek, akik értik a másik országot, nem csak a nyelvét, a kultúráját, a tudományát és minden egyebét, akkor van egy ö, emberi erőforrás bázis, amely a nehéz időkben is elősegíti az együttműködést, ha meg jobb idők jönnek el, mert azok mindig eljönnek előbb-utóbb, akkor arra lehet építeni a további ö, hasznos együttműködésben, amely a magyar érdekeket előmozdítja. Például ebben a felsőoktatási, tudományos, kutatási területen itt nagyobb a mozgástér, mint mondjuk a vámok terén. Ott az Európai Unió központja Brüsszelben hozza a döntéseket, tagállamok beleegyezésével, de a vámpolitika az közös. A felsőoktatás politikában ott nagyobb a mozgástér, és ahogy én ezt látom, érzékelem, ez bővül is, hiszen azokon az egyetemeken, ahol, ahol én most tanítok, órákat tartok, ott számos kínai hallgató van, akik. Itt tanulnak Magyarországon. Tehát itt vannak lehetőségek, ez is egy történelmi tapasztalat, és az egyik legfontosabb történelmi tapasztalat, hogy amikor a politikai, gazdasági, befektetési, kereskedelmi lehetőségek nyomás alatt vannak, ott nagyon nehéz előrelépni, akkor általában a humán kapcsolatok, az emberi kapcsolatok, a kulturális-oktatási kapcsolatok adják azt a szektort, azt a szférát, ahol viszonylag könnyebb és hosszú távot megalapozó együttműködés lehet folytatni. Szerintem ma egy ilyen helyzetben vagyunk. Köszönjük szépen, várjuk máskor is. Én köszönöm a meghívást, e, nagyon szívesen jövök, ha újra szükséges.